Az újvidékiek 1990 óta a Futaki úti temető egykori katonatemetőjében az 1944-45-ös események ártatlan áldozatai előtt is fejet hajtanak, és üdvösségükért imát mondanak. A történelmi VMDK kezdte a megemlékezéseket 30-valahány évvel ezelőtt, és jogutódja a VMDP folytatta, és azt gondoltuk, hogy mi ezt mindaddig nem adjuk fel, ameddig lesz magyar ezeken a tájakon. Tudjuk jól, hogy újvidéken készül egy másik emlékmű is, tudjuk, hogy milyen peripétiák vannak körülötte, és mindaddig azt gondoljuk, hogy itt újvidéken meg kell emlékeznünk az ártatlanul kivégzett magyarokról. Számukat sajnos a mai napig nem tudjuk. Vicsek Anna Mária, a VMS újvidéki városi szervezetének elnöke a 44-45-ös ártatlan áldozatok tiszteletére készülő emlékműről is beszélt. Ezt idén szerették volna felavatni, de még mindig akadnak olyan problémák, amelyek nehezítik ennek a megvalósítását. Megemlékeztek az elhunyt Pásztor Istvánról. A VMS elnöke minden erejével harcolt, hogy ez a szobor méltón tisztelegjen az ártatlan áldozatok emléke előtt, és ezt a küzdelmet a párt tagjai folytatni fogják tovább, mondta Vicsek Anna Mária. Pásztor István volt az, aki a lehető legmagasabb politikai szinteken tárgyalt, sőt követelte azt, hogy az újvidéki 44-es, 45-ös ártatlan áldozatoknak is méltó emlékhelye legyen. Mi ezúttal is kifejezzük a ma ígéretünket és azt az eltökéltségünket, hogy ezt a szobrot fel fogjuk állítani Újvidéken, és annak ellenére, hogy a városi vezetés most ebben a pillanatban nem mutat hajlandóságot arra, hogy ez a szobor fel legyen állítva, mi ezt továbbra is szorgalmazni fogjuk, és véghez fogjuk vinni. Az egyházi szertartást Halász Dániel református lelkész és Horváth Ákos újvidéki káplán tartotta. A kegyelet virágait többek között elhelyezték az MNT, a VMS, valamint Magyarország belgrádi nagykövetségének képviselői is.